Kozma Miklós ugyanis már 1940-ben járt az úgynevezett főkormányzóságba, ami a németek megszállta Lengyelország volt, és akkor azt írja a naplójában, hogy itt az SS azt csinál, amit akar, a gettókban szabályos népirtás folyik, és hogy itt fizikailag oldják meg a zsidó kérdést, és a Kozma elég jó megfigyelő volt, mert ekkor még nem volt úgymond Endlösung, tehát csak idézőjelben annyi történt, hogy a gettókban nagyon sokan haltak ugyan éhen, de hát még nem abban a nagyságrendben, mint egy vagy két évvel később. Neki aztán végképp tudnia kellett, hogy ez az egész mit fog eredményezni, hogy azok, akiket ide innen elüldöznek Kamenec-Podolszkba, azokra milyen sors várhat, nem beszélve arról, hogy hát az ukrán lakosság abba azon a területen nem a filoszemita magatartására volt úgy általában híres, és ahogy ki is érkeznek ezek a szerencsétlen menekültek, ott ezek a kézi népirtások, kisebb pogromok, ezek rögtön el is indulnak, hozzáteszem, ennek a orosz területen meglehetősen nagy történelmi hagyománya van. A németek kezdettől fogva tiltakoznak a magyar deportálások ellen, ez ugyanis teljesen felborítja az ő terveiket. Magyar hatóságok ugyanis Kamenec-Podolszkiban és környékében egy humanitárius katasztrófát idéznek elő, járványveszély van, hevernek mindenütt a hullák, az ukrán lakosság ettől teljesen, hogy is mondjam, hát izgatott állapotba kerül, ami annyiból egyébként érthető, hogyha nem is antiszemiták, mégiscsak megjelenik egyszerre több mint 10 000 ember, akinek nincs ellátása, közbiztonsági problémák vannak, el kell őket valahol helyezni, stb. Tehát a német fél folyamatosan tiltakozik. Ez nem hagyja meg a magyar felet, akik folyamatosan tovább küldik ugye ezeket az embereket, és az akció csak azért áll le, mert Horthy Miklóshoz eljutnak különböző tiltakozások, amelyeket egy viszonylag csekély, kislétszámú, ám de politikailag azért számára fontos és releváns csoport intéz. Itt elsősorban a Slachta Margitot kell említenem, aki kiment Körösmezőre és megnézte, hogy itt mit csinálnak ezekkel az emberekkel. De a lényeg az, a dologra aztán azt tesz pontot, hogy a német felsőbb rendőr és SS vezető ezeket a zsidó menekülteket ott legyilkolja. És megold ezzel úgymond egy humanitárius, illetve egészségügyi kérdés, hogy mi történjen ezekkel az emberekkel. Az elkövetők, a gyilkosok, a németek. De a magyar hatóságoknak ehhez elég sok közük van, ami az aztán még inkább aláhúz, hogy a Kamenec-Podolszkiban meggyilkoltak nem érintették az összes kitoloncoltat. Tehát még legalább 3-4-5 000 ember volt, aki az első tömegmészállást megúszta, és ők folyamatosan próbálnak visszaszökni Magyarországra. A magyar hatóságok, ha ezeket az embereket elkapják, visszaadják Németország, tehát a Lengyelország irányába, tudván, hogy itt mi történt. Tehát magának a tömeggyilkosságnak is voltak egyébként magyar szemtanúi, és tekintettel arra, hogy ahol ezek a tömeggyilkosságok zajlanak a későbbiekben, tehát 41 szeptembere és decembere között, mondjuk Belgyicsevbe, vagy Csernyigovba, vagy Kijevbe, vagy máshogy, mindenütt vannak magyar katonai parancsnokságok, az ő szemük előtt zajlik ez az egész, még a hullabűzt is érzik, tehát pontosan tudják, hogy mi van. Ennek ellenére mindenkit kiadnak. Egészen 42 őszig mindenkit kiadnak, és akkor keletkezik egy irat, amit Keresztes Fischer Ferencnek terjesztenek fel, ami elrendeli aztán ezeknek a kiadásoknak a beszüntetését, azzal az indoklással, hogy mert a német határőrizeti szervek az átadottakat minden esetben, vagy a legtöbb esetben agyonlövik. Ez egyébként fényes bizonyíték arra, hogy egy belügyminisztéri szintig magáról a holokausztról, mint olyanról a politikai felső vezetésnek már 42-ben is tudomással kellett bírnia. Horthy Miklós saját maga szintén elég sok mindent tudhatott, és akkor itt mozgástér és kényszerpálya merül fel. Ugye a Horthy család elsősorban az Édeshem Gyula Ilona aztán visszaemlékezésében azt írja, hogy hát a Horthy nem tud semmit, meg hogy ő mutatta meg neki először az Auschwitz-i jegyzőkönyvet, ami egyáltalán nem igaz. Tehát Horthy Miklós az Auschwitz-i jegyzőkönyvet legalább 3-szor kapta meg 3 különböző forrásból. De neki személyesen Ribbentrop, illetve Hitler mondta meg Kleszheimben 1943-ban, hogy a zsidóknak vagy halálra kell őket dolgoztatni, vagy ki kell őket végezni. Tehát ez eléggé nyilvánvalóan meg lett neki ott mondva, ami az is bizonyít, hogy a kleszheimi találkozó után egy levéltervezetbe Horthy Miklós azt írja, hogy nagy méltóságot, szemrányást tett nekünk azért, hogy a zsidóság megsemmisítésében nem jártunk el azzal a határozottsággal, mint hogy azt Németország teszi. Tehát saját maga adja bizonyítékát arra, annak, hogy tudja, hogy miről van szó, de hangsúlyoznám,
magyar diplomácia és a magyar katonai parancsnokságok látták, hogy a keleti területeken mi történik. A jászvásári pogromtól kezdve nagyon sok más ilyen ügyig vannak diplomáciai jelentések is, tehát itt a magyar politikai vezetés ezekre a dolgokról eléggé pontos képben rendelkezett. Azt nyilván nem tudta Horthy, hogy Auschwitzba a ciklon B-t most egy hány centi átmérőjű csövön szórják be a gázkamrákba. Lehet, hogy azt se tudta pontosan, hogy van most gázkamra vagy nincs, már úgy értem, hogy az auschwitzi jegyzőkönyvek előtt, de azt gondolom, hogy ezek a részletek meglehetősen lényegtelenek ahhoz képest, hogy azt viszont tudnia kellett, hogy globálisan mi történik. És érdekes módon ő akkor még felelősnek érezte magát. Hitlernek is azt mondja, hogy pirulnia kell a Don kanyarba elpusztult munkaszolgálatosok miatt, ami érdekes, hogy ő szégyent érez ezért. Sőt, többször kifejti Hitlernek is, hogy igazából a nyilasok sokkal rosszabbak, mint a zsidók, mert a zsidó választott hazájához inkább hű, míg ezek a nyilasok igazából mind kommunisták, ami nem tévedett olyan nagyon-nagyon sokat, abból a szempontból, hogy hát fel akarják forgatni az állami rendet, és hogy a magántulajdont megkívánják szüntetni. Tehát ha csak Horthy Miklósnak a 44-ig tartó nyilatkozatait néznénk, akkor igazából egy egészen pozitív képet kaphatnánk róla, mert 38-tól igaz, hogy ő jóvá hagy minden zsidó ellenes intézkedést és zsidó törvényt, de az is igaz, hogy egyiket se örömmel. És az is igaz, hogy Magyarországon nagyon pici volt az ő mozgástere, de nem azért, mert Németország őt nyomta volna ebbe az irányba, hanem azért, mert a magyar belpolitika radikalizálódott folyamatosan egyre inkább, olyannyira, hogy 43-ban Kállai Miklós miniszterelnöknek már csak a parlament elnapolásával lehetett elérnie azt, hogy ne terjesszenek be állandóan vadabbnál vadabb antiszemita törvényjavaslatokat, de így is volt például egy ilyen törvényjavaslat, amit köröztettek különböző vármegyékbe, és majdnem mindenki aláírta, ami gyakorlatilag a teljes gettósítás elrendelését, a zsidó vagyon teljes államosítását és a zsidóság deportálásának előkészítését tartalmazta. Adott esetben Horthy még fel is próbált lépni, például a zsidó származású katonatisztek ügyébe, de jellemző, hogy neki kevesebb joga volt, mint Hitlernek. Hitler bárkit árjásíthatott, azt mondta az illető árja, árjának kellett tekinteni, és ez meglehetősen gyakran meg is történt Németországban. Horthynak nem volt joga senkit se árjásítani, csupán arra adott neki jogot a törvény, hogy az illetőt kivehette a zsidó törvények hatája alól. Ez egy finom, nagyon lényegtelen különbségnek tűnik, de mégsem az. Mutatja azt, hogy a kormányzóra nem akart bízni az akkori parlament akkora jogkört, amivel ő szabadon élhet. 1944. március 19-én Magyarországot megszállja a német hadsereg. Sokan azt gondolják, és ez a magyar alkotmány szövegében is benne van, hogy ebben a pillanatban Magyarország elveszti a függetlenségét. Fel kell tennem a kérdést, hogy az ország mikor volt valaha független, mert hogyha az osztrák-magyar monarchiát nézzük végül is, akkor ennyi erővel akkor is mondhatnám, hogy nem volt az. Nagyon érdekes azonban, hogy az állítólag függetlenségét elvesztett ország vezetője, Horthy Miklós, arra még mégis képes volt, hogy amikor Wiesenmayer neki először Imrédi Bélát, majd Rácz Jenőt javasolja a miniszterelnöknek, közölt, hogy ő azokat nem fogadja el. Ő mást akar. Ő Sztójait akarta. És Sztójai is lett a miniszterelnök, tehát az állítólag függetlenségét elvesztő ország vezetője mégiscsak bizonyos dolgokat el tudott érni. Miért szállják meg a németek Magyarországot? Sokan gondolhatják azt, hogy ennek az egyik oka úgymond a zsidó kérdés megoldása, annál is inkább, mert Edmund Wiesenmayer, német birodalmi helytartó, saját maga is ezt írja már 43-ban, hogy hát itt a zsidóság métejezése az egy súlyos probléma. Valójában azonban Hitlert nem ez érdekelte elsősorban. Természetesen Hitler antiszemita volt, természetesen szerette volna megoldani a zsidó kérdést, de csak ennek a megoldatlansága nem döntötte volna el azt, hogy ő Magyarország megszállását elrendeli. Ezt az is bizonyítja, hogy például Romániában szintén nem oldották meg a zsidó kérdést a regárban, sőt élelébe, de Romániát nem szállják meg ezért a német csapatok. Magyarországot azért szállják meg a német csapatok, mert egyrészt a magyar diplomácia kiugrási kísérleteket, kiugrási tárgyalásokat folytatta az angol szász hatalmakkal, és azt a németek megtudják, másrészt pedig a magyar-szovjet határtól 30 kilométerre megjelennek az első szovjet csapatok. Tehát félni kellett Hitlernek attól, hogy ha az ország kiugrik a háborúból, akkor itt egy több száz kilométeres lyuk keletkezik egyik napról a másikra, nem beszélve arról, hogy a magyar
katonai háborús hozzájárulás nem volt olyan óriási nagy, és ha azt vesszük, hogy Magyarország aztán később 1 millió főt tud mozgósítani a németek oldalán, és azt is figyelembe vesszük, hogy a német műbenzingyártás ekkor már megsemmisült, és csak Magyarországról tudtak gyakorlatilag kőolajat, illetve benzint előállítani, akkor a magyar helyzet felértékelődése az nyilvánvaló. A zsidó kérdés megoldása azokban az iratokban, amelyek egy Hitler szintjén megfogalmazódnak, maximum olyan szinten szerepel, hogy ő 100 000 kényszermunkást akar kapni a titkos csodafegyverek gyáraiba. Magyar állam azonban még itt is értett ahhoz, hogy a német felt becsapja. Ugyanis amikor elkezdődnek a deportálások, amik hivatalosan ugye munkás mozgósításként voltak meghirdetve, ugyanúgy, mint hogy Kamenyec-Podolszki, csak egy idegenrendészeti akció, akkor érdekes módon a magyar hatóságok, akik tényleg igazán munkaképesek lettek volna, tehát mondjuk a 18 és 45 év közötti férfiak, azokat nem deportálták, hanem behívták munkaszolgálatra, de nem azért, hogy megmentsék őket, még akkor se azért, hogyha egyes emberek helyi szinten, mint például Revicki Imre, Alezredes és mások embereket akartak menteni, hanem azért, mert Szálasi Ferenc is megmondta, hogy nem vagyunk annyira gazdagok, hogy napi 4 millió munkaórát nélkülözni tudjunk, és a vezérkar jelentős része nyilas volt. Éppen ezért a legdrágább munkaerőt azt az országba tartotta, és helyette a nőket, meg a gyerekeket, meg az öregeket odaadta a németeknek. Rudolf Höss, amikor ezeket a transportokat megkapta Auschwitzban, nem igazán örülhetett, mert nem erről volt szó. Ő nem erre számított. Ezzel függ össze, hogy az Auschwitzban megérkező magyar transportok 75%-át már rögtön a megérkezés pillanatában legyilkolták, hogyha magyar munkaszolgálatosokból küldtek volna 100 000-et, akkor szerintem ez a százalék 75 helyett lett volna mondjuk 5 vagy 10%. Ez a magyar kormány döntése volt, hogy kiket deportál, nem a németeké. Adolf Eichmann, aki állítólag a deportálások fő szervezője volt, csupán arra tudott szorítkozni, hogy tanácsokat adjon, egyébként máshoz nem is volt joga, illetve olyan túlkapásokat tudott mérsékelni, mint amikor például Újvidéken gyorsan a magyar hatóságok 40 szerb tartalékos tisztet is felraktak a deportáló vonatra, hát ha már úgyis visznek, akkor őket is vigyék, és akkor ezeket Eichmann leszedette. Maga a deportálás, mint olyan, hogy ez eldől, ez április végén dől el, április 20-a előtt semmiképp sem. Tehát, hogyha ez lett volna a fő cél, akkor már március 20-án foglalkozhattak volna valamennyit vele. És hozzá kell tennem, Eichmann ugyan már március 19-e után megérkezik Magyarországra, van egy feladata, hogy a zsidó kérdést megoldja, de azt nem tudhatja, hogy ez hogy fog történni. A németeknek erről meglehetősen rossz tapasztalataik voltak, ugyanis a környező országokban, meg másutt is, korán sem működhettek teljes sikerrel. Franciaországban 4 évig voltak német csapatok, és nem 2 hadosztály, meg 3, hanem egy teljes hadseregcsoport. 4 év alatt nem voltak képesek elérni azt, hogy a francia állampolgársággal rendelkező zsidókat deportálják, közülük 20%-at vagy 30%-at tudtak elvinni, 70% a háború végéig megmaradt, és életben maradtak. A Szlovákia, amelyik saját maga kezdte el felajánlani zsidóit deportálásra 1942-ben, egy idő után ezt leállítja, és marad 18 000 kivételezett szlovák zsidó, akik egészen a szlovák nemzeti felkelésig, ami 44 őszén volt, hát ha nem is háborítatlanul, de életüket megóvva tudnak Szlovákiába maradni, és a német fél elfogadja ezt a helyzetet, nem erőszakoskodik, és csak akkor kezd el fellépni, amikor a szlovák nemzeti felkelés miatt amúgy is újra kell rendezni a térség sorsát. A Románia, ahogy említettem, bár 1941-ben a lehető legbrutálisabban mészárolta le azokat, akiket tudott Odesszába, illetve Transnisztriába, de Dél-Erdélyben és a Regárdban nem deportált onnan senkit, ezért a német fél mégsem tudott vele semmit csinálni. Bulgária szintén nem járt élen a zsidóellenes intézkedésekbe, tehát nagyon sok példát tudok mondani, amikor azt bizonyítják, hogy nem igaz az az állítás, hogy Magyarország 44. március 19-ig az európai zsidóság menedékének számított. Mihez képest? Lengyelországhoz képest igen, Bulgáriához képest nem.